Nos, srácok, sziasztok! Ismétetlen találtam egy olyan videót, amit nem tudtam mire vélni. Belenéztem az első 10 másodpercbe, és már az első 10 másodperc után az állítás kerülgetett. Szóval nem tudom kategóriába sorolni ezt a videót, de varázsló töltötte fel. Persze, nem az igazi varázsló, hanem varázsló, space és egy alulvonás. Hát mit ne mondjak, roppantul kreatív csatorna név, ezzel lehet manapság érvényesülni, hogy hát valakinek szinte egy az egyben lekopízzuk a csatornájának a nevét. 30 órás live, felkiáltójel, kész vagyok. Zárójelben varázsló. 70 megtekintés, 4 like, 9 dislike. Hát itt már a kommentelők se tudták igazán mire vélni ezt a videót. Nézzük meg, hogy miért nem tudták mire vélni. Tehát nézzük meg közösen, hogy miről is van itt szó. Nem tudom, hogy készen állok rá, de indítsuk. Sziasztok! Én varázsló vagyok, és készen kívülök a tegnapi 30 órás live-ből, mert Minecraft-os, tudom, mert minden. Csak azt nem értem. Mi a fasz? Kisrác előbújik egy párna mögül, hogy sziasztok, én varázsló vagyok, és mindezt egy pizsamában csinálja. Sziasztok! Én varázsló vagyok, és készen kívülök a tegnapi 30 órás live-ből, mert Minecraft-os, tudom, mert minden. Csak azt nem értem, hogy lett egy feliratkozóm. Azt sem tudom, hogy mit csinálok. Én is tudom, hogy videózok-e. De még azt sem tudtam, hogy mit csinálok. Úgyhogy szerintem most vágunk egyet. Na, itt is vagyok, és ahogy... Nekiállt fikázni egy videóba? Mert hogy még videón kívül ennyi idősen csinálja, azt mondom, hogy oké, én is csináltam ennyi idősen, de nem videóba. Figyeljétek, elkezd turkálni az orrába. Na, itt is vagyok, Figyeld, oda nyúl a kis sunyi. És ott piszkálja az orrát. Egy videóba. Varázsló, kérlek, varázsló. Amúgy tök jó, hogy mondjuk az, hogy... De nyugodtan megírhatjátok kommentbe, hogy milyen videókat csináljak. De amúgy szerintem kérem szerintem megjövátni egyet, mert eléggé rosszul érzem magam. Na! Mi? Nem is értettem, amit mondott. Ezt esküszöm visszatekerem. Mintha csak halandzsa lett volna. Megjövátni egyet, mert eléggé rosszul érzem magam. Na, eléggé rosszul érzem magam. Is vagyok, és akkor azt hittem azok egyet. Na, itt vagyok, és... Aludt egyet egy másodperc alatt, azután visszaköszönt, hogy na, megint itt vagyok, nem kell aggódni, gyerekek. Nem kérjetek olyan videókat, amivel Minecraft-ozni kell, vagy... Inkább nem nyugodtan kérhetjetek, vagy... Ne kérjetek Minecraft-os videókat, akkor kérjetek Minecraft-os videókat. Most egyszer azt mondja, hogy ne kérjetek Minecraftos videókat, máskor meg azt, hogy kérjetek Minecraftos videókat. Hát tesókám, hát döntsük már el, hogy vagy kérjenek Minecraftos videókat, vagy ne kérjenek. Ez eddig nem tudom mire vélni, tehát nem lehet ezt kategóriába sorolni, hogy ez mi. És amúgy... GTA. És amúgy GTA-t is, az szerintem azt is csináljátok, de FIFA-t azt nyugodtan csinálok. FIFA-t csinál nyugodtan, akkor itt is van, de az is meg az új konkurencia, srácok. Még a nyelvét is megmutatta édes kis szájpadlásával egyetembe. De FIFA-t azt nyugodtan csinálok. De a busz szerintem nagyon kéne, hogy bárki bevét is nem kell. Szkor, ilyet szól a srác. Szerintem nagyon kéne vágni, mert WC-z nem kell. Hát tesó, jó, hogy nem izé videó közben mész kihugyozni. Hát ez valami borzasztó. Hallgassuk meg még egyszer, egyszerűen az... De FIFA-t azt nyugodtan csinálok! De a busz szerintem nagyon kéne, hogy bárki bevét is nem kell. Na, itt is vagyok, és az a gond, hogy mit ez miért vágtál egyet, de mindegy, és kezdem jön ki a operatőröm. Mit ez? Jaj, most vagyok, hogy már este van, szerintem hol a... Fő, hogy jól le volt zárva a videó, tehát úgy el se köszönt, egy mondatnak a közepén lett vége az amúgy is meglepően rövid 1 perc 36 másodperces videónak. Oké, srácok, lehet, hogy én vagyok egy konzervatív pöcs, nem tudtam értelmezni, hogy mire jó ez a videó, meg mit akart ezzel átadni a nézőinek, meg hogy miért jó, hogy varázsló a neve, méghozzá ugyanazzal a logóval. I don't know. De hogyha ti tudjátok, akkor kommentben mindenképpen írjátok le, én nagyon kíváncsi vagyok, tehát esküszöm,
Ez volt eddig a legrosszabb videó, amit valaha láttam. Pedig azért láttam már 9 éves gangster rappereket a neten, és még sorolhatnám a többit is. Szóval várom kommentben megfejtéseket, hogy ez mégis úgy szerintetek mi a jó istenség volt. Ha tetszett nektek, akkor egy lájkot mindenféleképpen nyomjatok rá. A következő videóban találkozunk, én Dazis voltam. Csecse!